Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Déri-Né Kulturális Központban, Jené Gyulával beszélgetek, sokaknak ismerősen, hiszen évekig dolgozott Karcagon. Most kicsit más szerepben a Költészet napja alkalmából fiatal írókat, költőket mutat be. Azért picit ön is mutatkozom be, hiszen a név az ismerős, picit megöregedett, ahogy itt mondták, hogy régen volt már Karcagon, de mit kell tudni erről? Nagyjából 20 éve kerültem el Karcagról, akkor fejeztem be a Karcagi Hírmondónak a szerkesztését. Hát azóta írtam sok mindent újságíróként is, meg szépíróként is, tehát verseskötetem, interjúkötetem, egyéb dolgok jelentek meg, és hát szerkesztem a úgymond a megyének az irodalmi lapját, az Esőt. Ez negyed évente jelenik meg, most is hoztam belőle egy jó párat, és a karcagiak azt kérték, tehát a Könyvtár Művelődési Házból jött ez a megkeresés, hogy olyan fiatalokat próbáljak összeszedni, akik nagykunságiak, és akkor őket tudtam találni. Ugye hát ők azok, akik Kelefodor Ákos Karcagon ismerős, illetve hát a szomszédvárból Torocki Andrást, Kunhegyesről Létai Olgát hívtuk el, és hát még egy név hiányzik, Karab Zoltán lett volna még, aki szintén fiatal, ő is egy kunhegyesi fiatalember, csak valahogy ő neki most nem jött össze ez a történet, és hát most izgatottan várom, hogy hányan lesznek, kik jönnek el, és meglátjuk, hogy zajlik az est. Gondolom azért évtizedekkel ezelőtt, amikor önt bemutatták egy ilyen hasonló első esten, ön is sokkal jobban izgult, most azért a rutin, meg egyáltalán, hogy ön csak most a moderátora lesz, ennek a mai napnak egy picit nyugodtabb, de visszaemlékszik az első ilyen jeles bemutatkozására. Hirtelen nem emlékszem vissza. Nyilván valamennyire az ember azért beleszokik ezekbe a szituációkba. Másrészt viszont moderátornak lenni azt gondolom, hogy mindig nehezebb, mert hogy most akkor valakiből úgy megmutatni valakit, hogy a kérdés előhívja az ő fontos gondolatait, az nehezebb, mint hogyha nekem szegeznek egy kérdést, és akkor vagy tudok rá válaszolni, vagy nem tudok. De ha tudok, akkor egyszerű a helyzet, ha még nem, hát akkor azt mondom, hogy nem tudom, vagy akkor röviden válaszolok, és akkor a moderátor törheti a fejét, hogy akkor most mi legyen a következő kérdés. Hát akkor még ne törjük a fejét azon, hogy mit fog kérdezni a fiataloktól. Én kérdezem öntől, hogy mind dolgozik most, hiszen itt mondta, hogy az Eső negyed évente jelenik meg. Gondolom a következő számot azért már gyűjtögeti az írásokat. Biztos, hogy rengeteg írás közül kell kiválasztani azt, ami bekerülhet a következő számba. Igen, hát most jelent meg a Napokban az Eső, úgyhogy valóban most majd következik a következő számnak a anyaggyűjtése, de még nem vagyok teljesen benne, még most postáztam szét a eddig elsőket. Hát amúgy meg nyilván megint egy verses köteten dolgozom, 2 éve jelent meg egy kötetem, és azóta kicsit másfajta verseket kezdtem írni, és ezt most nagyon szeretem csinálni, csak kevés az idő, de úgy próbálgatom, és igazából egy kötetre való már van, de még akarok hozzáérni, hogy jobban tudjak válogatni, és majd meglátjuk. Tehát most ez az, ami foglalkoztat. Hát akkor nem ilyen esős időt, mint ami most kint van, de jó időt és ihletet kívánunk önnek, hogy minél hamarabb olvashatjuk az Eső következő számát, és a saját verseivel is reméljük egy hasonló találkozón majd be tudunk mutatkozni. Köszönöm szépen. Kelefodor Ákosnak azért néhány írását már a Karcagi Kalendáriumban is lehetett olvasni. Mit kell tudni önről, hiszen sokan tudják, hogy karcagi kötődésű, nem mindenki tudja, hogy hogyan is került el innen Karcagról, és kik azok, akikhez köthető az ön családja. Középiskolában kerültem el innen, Szolnokon tanultam a Tiszaparti gimnáziumban, és utána az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen végeztem filozófia tanárként, és vissza is mentem egy időre az Alma Materbe tanítani filozófiát, azóta pedig bürokrata lettem, közhivatalnok vagyok, és emellett írok. És mi ihlette az első verset? Tehát volt valami élmény, aminek hatására megírta a versét? Valaki ezt köthető, vagy valami élményhez? Valószínűleg az irodalom múrákhoz engem először is a forma érdekelt, tehát nem volt világmegváltó gondolat bennem, hanem egyszerűen csak a vers formája érdekelt, akartam rímeket formálni, azonos hosszúságú sorokban kezdtem el gondolkodni. Tehát ez vitt előre. Elsősorban az, hogy aztán ez gondolatokkal töltődjön föl, az későbbi igény, az már a szakma tudatos része. És van egy kedvenc téma, akkor hiszen azért a nekem küldött kalendáriumi versek között is azért igencsak tág volt a határ, tehát nem nagyon tudnám behatárolni, hogy most éppen mihez. Én úgy veszem észre, hogy egy kicsit hangulatember is, és nagyon szeretném megörökíteni a gondolatait. Igyekszem minél több témát, műformát, műfajt kipróbálni.
De mondjuk az egyik ilyen központi dolog lehet az mondjuk így a privát történet, mondjuk a család és a gyermekkor, mondjuk egy gyerek az hogyan látja, vagy egy költő hogyan látja, hogyan tudja szavakba önteni a saját gyerekkorát. Ugye ez többszörös áttétel, tehát ez torzítás, lehet füllenteni, lehet megszépíteni, lehet csúnyán, erőszakosan őszintelenni. Ez egy nagyon izgalmas csiki-csuki játék, és én ezt élvezem. És akkor mi az, ami most éppen dolgozik, hiszen azért már kötetei is jelentek? Most éppen a második könyvemen dolgozok, ebben sok úgynevezett vizuális költemény is lesz, tehát tervező grafikusok adnak vizuális kinézetet a különböző szövegeimnek, illetve most az Erdélyi Vándor Színház Társulatának fogok írni egy színdarabot a nyári turnéjukhoz, úgyhogy most jelenleg ezeken. És Karcaghoz mennyire kötődik, tehát mennyire sűrűn haza, vagy mennyire lett már inkább fővárosi? Nagyon érdekes, mert soha nem fogom tudni azt mondani magam, hogy nem vagyok karcagi, mindig is karcaginak érzem magam, de budapesti lakos vagyok, és szerintem az is leszek, sőt, most a Dunántúra fogok költözni, ritkán járok haza negyed évente körülbelül, és akkor is családhoz jövök. Reméljük azért a verseiben még majd emlékezni fog a gyerekkor, egy kicsit megszépítve, egy kicsit csúnyán, tehát ahogy ön is mondta, várjuk ezeket a verseket, és hát ez a színdarabhoz meg sok sikert és ihletet kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm. Az előbb már Jené Gyulától hallottuk, hogy egy fiatal hölgy is van itt a bemutatkozók között, Léta Jolga Kunhegyesi. Mikor is kezd kapcsolatba egyáltalán az írással, hiszen gondolom, hogy volt valami olyan élmény, ami meghatározó volt, és tollatpapírt ragadott, hogy ezt megörökítse. Mi volt ez? Hát igazából már egész gyerekkorom óta írtam, azok még ilyen nagyon gyenge szánypróbálgatások voltak, de már kiskoromban is írtam meséket, meg igazából az írással először úgy kerültem kapcsolatba, hogy mesemondó versenyeken, főleg Kunhegyesen voltam, és utána pedig arra emlékszem, hogy Jenei Gyulával már a Szolnokon a kollégiumban is együtt dolgoztunk az ottani kollégiumi újság megalkotásán, úgyhogy ez is egy fontos lépés volt. Aztán végül hát így az aktív írásra azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy unalom és a magány vitt rá végül kettő éve, már több mint kettő éve, és hát ez nagyon, nagyon jövedelmezőnek és sikeresnek bizonyult. Van esetleg kedvenc, akinek szeretne esetleg, nem a versére hasonlítani, de valami miatt az irányvonala, vagy valami bármi miatt fontos az ön számára? Hát nekem Ökény István az abszolút kedvencem, és az ő stílusát nagyon öröknek érzem, és nagyon találónak, úgyhogy én nagyon szeretnék így hasonlítani Isten igazából. És mind dolgozik jelenleg, hiszen itt mondta, hogy azért készülnek, reméljük, hogy azért nem csak asztalfióknak készülnek ezek a művek, mind dolgozik jelenleg. Hát igazából egyrészt ilyen rövid szösszenetek vannak, ilyen mindennapi megfigyelésekből, másrészt pedig már egy több éves tervem válna valóra egy regénnyel, de az még nagyon kezdeti fázisban még biztos, hogy az asztalfióknak készül. Hát akkor kitartást kívánok, és nagyon sok időt, energiát és erőt ahhoz, hogy ez a regény minél hamarabb megjelenhessen, és legközelebb arról számolhassunk, vagy Karcagon bemutatták az ön regényét. Én kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen. Torockai András író, költő, kritikus, ez van a kis névtábláján. Annyit tudok önről, hogy a kunsághoz nem így született, tehát nem úgy kötődik, de azért ért a kunságban. Mit kell tudni önről? Hát az, hogy ugyan Budapesten születtem, de alapvetően kisújszállású vagyok, tehát ide jártam, nem tudja, a szomszédba, iskolába, óvodába, nem ebben a sorrendben. Hát nem tudom, most jelenleg 32 éves vagyok, úgyhogy... Mi volt az első verse iskolás korában, a magyar tanárok hatására, vagy valami más élmény hatására? Hát az első versem az egy iskolai feladat volt a magyar tanárom hatására, aki ő adta fel a feladatot, hogy lehet bármiről írni, és én írtam egy verset. Nem sok köze volt a valósághoz, egy ilyen elképzelt törzsnek a termékenység himnusza volt, fogalmam sincs, hogy jutott ez eszembe. Azóta melyek a jelentősebb alkotása, hiszen gondolom azért azóta már több minden született ebből a termékeny, mondható időszakból? Hát van egy, 2010-ben megjelent egy kötetem a Magyar Napló kiadónál, az a cím, hogy Napfényvesztés, itt egyébként áruljuk is. Ez nagyrészt a gyermekkori élményekről szól, meg hát mindenkit majd eldönti, hogy konkrétan miről.
Most készül a második kötetem, illetve nem akarom elkiabálni, de remélem, hogy meg fog jelenni hamarosan. És mennyire hangulatember, tehát mi kell ahhoz, hogy most jó, egy kis borús esős idő van, ilyenkor esetleg nincs kedve kimenni és leül és ír, vagy valami olyan külső élmény kell ehhez, ami kapcsán leírja az élményeit, gondolatait? Hát igen, ez egyébként ez a legjobb idő a versírásra, de egyébként én viszonylag sokat szoktam írni, úgyhogy gyakorlatilag bármilyen szituációban lehet, hogy megszületik valami, aztán lehet, hogy hiába erőlteti az ember, hogy ott ül, hanem inkább így élményt kell gyűjtenie, meg nem tudom, hogy kimenni a szabadba. És mi jelenti a legnagyobb élmény? Tehát volt-e olyan vers, ami ott 2 perc alatt megszületett meg, amit mondott itt, hogy azért gyűrközni kellett neki, és harmadszor nem érte neki futni, mert nem jöttek azok a gondolatok, amit szeretett volna visszaadni azzal a verssel? Hát igazság szerint mindegyik verssel gyűrközöm, nincs olyan, vagy egyszer volt talán az mostanában, amikor a Jenei Gyula mondta nekem, hogy van-e valami versem Szolnokról, és mondtam neki, hogy még nincs, de majd küldök, és akkor pár órán belül küldtem is, és ez végül most megjelent az év versei antológiában, meg hát sokan visszajelezték, hogy tetszik nekik. Egyébként az a cím, hogy Zagyva, és a Zagyva nevű folyóról szól. Kritikus saját magával szemben is, tehát van, amikor megszületik egy vers, és egy-két év múlva előveszi, átgondolja, hogy hát ezt mégsem így, és átírja, vagy az azért van úgy, mert az akkor úgy szólt, és úgy született? Hát számomra mindegyik vers az ilyen, hogy mondjam, egy megvalósulási formája annak, amit szerettem volna, de nem biztos, hogy a legideálisabb, és mindegyik, tehát egyik versre sem tekintek lezárt. Ként, tehát, nem kőben vésettek a sorok? Nem, egyáltalán nem, és bármelyik, például ez az Agyva, amit most mondtam, ez már egy 5-6 éve megvolt egy másik formában, egy körülbelül 5%-a, és de mindig elégedetlen voltam vele, meg úgy gondoltam, hogy ebbe több van, és ezért írtam hozzá. Aztán valamikor az, hogyha hozzá nyúl az ember, akkor csak elrontja a dolgot, tehát van ez, amikor mint a vízben, hogy fogpiszkáló, hogy mi lesz belőle, amikor hegyezi az ember a gerendát, és a végén fogpiszkáló. Szóval van ilyen is. És melyik a vers kedvence, vagy van esetleg olyan költője, ami vers miatt kedvenc, vagy maga az élete, munkássága miatt kedvenc? Hát szerintem nagyon közel áll hozzám például Oravec Imre, aki most ilyen regényeket jelentett meg, de szerintem nagyon jó költő. Meg hát nem csak szerintem. Aztán Lackfi Jánostól tanultam azt hiszem a legtöbbet, Vörös István is tanította, én a Pázmány Péter katolikus egyetemre jártam, és hát ott vannak ilyen kreatív írás órák. Meg hát nagyon sok kortársam fontos számomra, például Horváth László Imre, aki szintén költő, meg tehát Ákost is szeretem, Gyulát. Szóval ez egy ilyen jó csapat igazából az irodalmi élet. Itt említette, hogy ez a borús esős idő, ez lehet, hogy megihleti. Reméljük azért, hogy Karcagról is lesznek versei, nem csak Szolnokról, vagy esetleg kisvisztánási élményeit, hanem esetleg a mai élményeit is megörökíti egy versben, és a következő esőben esetleg ezt is olvashatjuk. Remélem én is. Lehet, hogy novella lesz belőle. Hát akkor várjuk szeretettel, és további jó írói, költői munkásságot kívánunk önnek. Köszönöm szépen. Kovács Szilvia, a polgármester asszonyt hallgatjuk egy kicsit a költészetről és a költészettel való viszonyáról. Itt fiatal írók, költők fognak bemutatkozni. Önben soha nem fordult meg a gondolat, hogy esetleg papírra vesse a saját gondolatait? De igen, és köszönöm szépen a kérdést, bennem is megfordult, és én bevallom őszintén, hogy én azért az értékrend bizonyos sarkalatos pontjának az ember életével kapcsolatosan rendszeresen papírra vettem, illetve számítógépbe plántálom a gondolataimat, illetve nagyon sok kérdés foglalkoztat, főleg ugye
hivatásomból adódóan jártam Balkeltemben, sokféle területtel találkozom, és itt általában mindig megvan a magam kis véleménye, és persze ez nyilván az évek során formálódik is. Nagyon nagy szónak tartom, hogy ez a területe az irodalomnak nem veszett el, hiszen az internetvilága, a gépek világa egy kicsit azt vetíti elénk, hogy bizony ennek nem lesz helye. De én örülök, hogy ennek van helye, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen a mai napon nem csak egy, hanem több fiatal tehetséggel is lehetőségünk lesz megismerkedni. Egy mondattal szeretnék visszakérdezni önhöz, amit az előbb mondott, és ezek az ön által leírt gondolatok asztalfióknak készülnek, vagy esetleg évek múlva itt önt is bemutathatjuk. Én úgy gondolom, hogy majd egyszer be fogjuk mutatni. Én megmondom őszintén, mindig is úgy nőttem föl, hogy az irodalom, a művészet, a kultúra körbevet, és nekem volt egy olyan szerencsés magyar tanárom a középiskolába, aki egy olyan szellemiséget ültetett belénk, hogy mi 16-17 évesen, amikor bizony nem az jellemző a fiatalokra, hogy irodalomkörökre és művész találkozókra járnak, mi heti rendszerességgel vásároltuk a Nagyvilág, a Kortárs, az Újírás, és rendszeres olvasói voltunk az élet és irodalomnak. Én úgy gondolom, hogy ezek meghatározóak az ember egész életét tekintve, és én bízom abban, hogy ezek a fiatalok hasonló csíráját vetik majd el a mostani fiatalokba is, és ők is hasonló élményekről fognak tudni majd beszámolni 5-10-20 év múlva. Na, azt kívánom, hogy érezze itt jól magát, és töltekezzen fel a fiatalok által elmondott gondolatokkal ön is, és a jelenlévők is. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó szórakozást kívánok a ma délutánhoz.